Több alkalommal szóltunk már az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógus Képzés Kutatóközpontról. Minden alkalommal új-új projektekkel jelentkezik. Jelenleg a 13. alprojektnél tartunk, amelynek egy kétnapos workshopja volt most a főiskolán. Először talán erről az alprojektről, ha megtudhatnánk valamit, hogy most hol tartanak benne. Mit fedez a projekt? Az alprojektnek a célja, hogy kidolgozzon egy pedagógus pályaprofilt és a pálya alkalmasságnak a kritériumrendszerét, illetve a pedagógusi pálya előmenetelének a kritériumrendszerét, milyen szintek vannak, és melyik pályaszinten milyen követelményekkel kell, hogy megfeleljenek a pedagógusok, milyen módszerek azok, amikkel mérhetők ezek a különböző pályaszintek. Ennek az alprojektnek több feladata már lezajlott eddig. A kollégák végeztek ország különböző nemzetközi szakirodalomban kutatásokat arra vonatkozóan, hogy a külföldön, a különböző országokban hogyan végzik akár a pályaalkalmasság megítélését, akár a pedagógusok előmeneteli rendszerében a standardeknek a megítélését. Interjúkat készítettünk a különböző gyakorlatban dolgozó vezető kollégákkal, vezető tanárokkal, gyakorló pedagógusokkal, és ebben a workshopban ezeknek a interjúknak, országjelentéseknek az ismertetése, a megbeszélése történt, és egy együttgondolkodás, egy teammunka a különböző szakértők részéről, hogy milyenek legyenek ezek a kritériumok, a standardek, a pályakép, egyáltalán pedagógus pályakép, hogy nézzen ki, és a továbbiakban, amikor ez a workshop befejeződik, ebből kiindulva tudják majd a konkrét módszereket kifejleszteni a kollégák. Hogyan lehet összegezni a projektnek a munkáját? Mi lesz az összegzése a két napnak? Hogyan kapják meg ők ezt? Ennek a programnak van egy elektronikus felülete, amin EPEDNET a neve, és minden egyes munkatevékenység a munkafelületen megjelenik, és már az eddigi munkák is a munkacsoportban dolgozók számára tulajdonképpen publikusak, és meg is nézik a kollégák, és a mai workshop eredményei is itt fel lesznek az EPEDNET-en. Milyen a kapcsolata ennek a projektnek a magyar felsőoktatás többi intézményével? Mennyire van kapcsolatba velük oda-vissza mozgás alapon? Azért köszönöm a kérdést, mert el is felejtettem említeni, hogy a kidolgozott módszereket szeretnénk országos vitára bocsájtani, a felsőoktatás teljes körét lefedően, és a visszajelzések alapján módosítani ezeket a módszereket, kipróbálni egy felvételi periódusban, és utána véglegesíteni. Tehát gyakorlatilag ez 2011 nyara az, amikor a végleges módszerekről fogunk tudni beszámolni. Kétnapos konferencián elhangzottak országos beszámolók, szakmai kérdésekkel foglalkoztak. Mik merültek föl a legfontosabb szakmai kérdésként? Hogyan látja professzor úr? Igen, ennek a workshopnak a munkáját nem lehet elszakítani attól a szakmai fejlesztéstől, ami 5 évvel ezelőtt kezdődött az országban. Ennek az volt a célja, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azokat a pedagógus kompetenciákat, amelyeket a képzés végén, illetve később a szakmai munkába el kell érni. A mai workshop feladatul tűzte ki azt, hogy a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával megvizsgáljuk, hogy a 2005-ben kidolgozott kompetenciák mennyiben szorulnak módosításra, fejlesztésre. 12 ország tapasztalatai alapján éppen az egyik munkacsoport azt fogalmazta meg, hogy hogyan módosítsuk ezt a miniszteri rendeletben is megjelent kompetencialistát. Másrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy a különböző országok tapasztalata hogyan mutatják azt, hogy a pedagógus pályán való előrehaladásnak, illetve életpálya modellnek a során az egyes kompetenciáknak milyen fejlettségi szintet kell megmutatnia, és a harmadik munkacsoport pedig azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet ezt a fejlettségi szintet különböző módszerekkel mérni, vizsgálni, hogyan lehet értékelni a pedagógus tevékenységét, és meghatározni ennek alapján azt, hogy ő ennek a pedagógus életpálya ranglétrának melyik szintjén van.
további munkát jelent majd, de azt gondolom, hogy nem a mi feladatunk lesz, hanem az oktatás politikái, hogy az egyes életpálya szinteken lévő pedagógusokat hogyan honorálja, hogyan kapcsolja össze ezt egyfajta előmeneteli rendszerrel. Mik voltak azok a szakmai kérdések, amik úgy merültek föl, hogy a professzor is azt mondja, hogy jó, hogy fölhívták rá figyelmét? Voltak-e ilyenek? Igen, itt különösen az angol tapasztalatok azok, amelyek jól hasznosíthatóak. Az angol rendszer, tudni kell azt, hogy Magyarországon ha valaki diplomát kap, és utána elmegy nyugdíjba. Pedagógus pályán nincsenek különböző szintek, előmeneteli rendszerek. Most Angliában ezt nagyon szépen kidolgozták és alkalmazzák, meghatározzák azt, hogy amikor valaki megszerzi a diplomáját, illetve egy évvel később egy ilyen bevezető szakasz végeztével mit kell neki tudnia, mire kell képesnek lennie, milyen beállítódással kell rendelkezni a pedagógus pálya iránt, majd később, 3 év múlva, a gyakornoki időszak végén mivel kell rendelkeznie, mit kell tudnia, majd később azért tapasztalt tanári szinten milyen kritériumokkal kell rendelkezni, és végül van a kiemelkedő tanár, vagy a vezető tanár, a legmagasabb szín, hogy neki mit kell tudnia. És az angol tapasztalatok is, meg itt a többi országét is figyelembe vettük, ugye azt mutatja, hogy a tapasztalt tanári szintre azokban az alapkompetenciák, valaki nagyon jól tudjon tanítani a gyerekekkel, jól tudjon bánni őket, tudja segíteni tanulásuk során, nevelkedésük során ezt elő tudja mozdítani. Ennek ki kell alakulnia körülbelül a tapasztalt tanári szintre, ami egy olyan 6-8 évvel a diploma megszerzése után akkora tehető. A később a kiváló tanár, kiemelkedő tanár már túlmutat magán a tanórán, az iskolán belüli tevékenységen, ő képes arra, hogy más iskolák számára is fejlessze azt a magas szintű tudást, amivel ő rendelkezik, terjessze más pedagógusokat is erre képessé tegyen, illetve a legmagasabb szinten tudományos kutatómunkát végez, pedagógus képzésben részt vesz, tankönyveket, szakkönyveket ír, tehát azt tapasztaltuk és azt vontuk be ebbe a munkába, hogy melyek lehetnek a kritériumai, tehát ennek a szakmai előmenetelnek. Az ön véleménye szerint a magyar pedagógia rendszerébe beilleszthetők ezek a gyakorlatban? Úgy gondolom, hogy igen. Na most nyilván, hogy nem egyik napról a másikra, ezért azt is tervezzük, hogy már a mi projektmunkánk keretében egy országos szakmai vitára próbáljuk ezt kivinni. Egy szakmai vitán keresztül szeretnénk ezt tökéletesíteni. Most ennek nem csak az lesz az eredménye, hogy tökéletesedik, amit mi javasoltunk, hanem a szakmai vita keretében, mint egy a pedagógusok magukévá tudják tenni ezt az elgondolást. Ugyanakkor ugye egyrészt fontos, hogy a pedagógusok részéről elfogadottságnak örvendjen, másrésztről pedig az is, hogy az oktatás politika magáévá tudja tenni. Úgy gondolom, hogy maga az oktatás politika részéről elsősorban a szakmai életpálya kidolgozására vannak előzményei, tehát ez mondhatni azt is, hogy éppen időben érkeztek meg a munkáknak az eredményei, hogy valószínűleg az oktatási minisztérium, az oktatás politika fel fogja tudni ezt használni a saját elképzeléseihez. Fogalmazhatunk úgy, hogy tulajdonképpen ezzel a projekttel is a magyar pedagógia megújításán dolgoznak? Én feltétlenül úgy gondolom. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy szakma megújuljon, ahhoz azt vonzóvá kell tenni. És a pedagógus szakmának a vonzóvá tételéhez nyilvánvalóan alapkérdés az, hogy megfelelő legyen a megbecsültsége, anyagi támogatottsága. Na most ez nyilvánvalóan a gazdasági fejlődésnek a függvénye, de ezen túlmenően legalább annyira lényeges az, hogy lássam, hogy előre tudok lépni, előre tudok haladni a pályán, és világosak legyenek azok a kritériumok, amiket nekem teljesítenem kell ahhoz, hogy megbecsültebb legyek minderkölcsileg, mindanyagilag. És úgy gondolom, a mi munkánk elsősorban ehhez nyújt segítséget, mind a pedagógusoknak, mind az oktatáspolitikának.